Nem így csináljuk. A VPN mi a TeamViewerhez használjuk csak, tehát a desktop megoldáshoz. Maga a streamelés az azt jelenti, hogy közvetlenül a Google szerverre küldöm fel az egyetemnek a csatornáján, és az megy, azt használja mindenki. Tehát az nem megy át a VPN-en, felesleges is lenne, mivel hogy ez egy nyílt dolog, ezt bárki eléri. Tehát például nagyon érdekes volt, hogy múlt éven ezekre a képzésekre Norvégiából felcsatlakoztak. Mert megtehetik. A tudás mindenki első díja. Mi köszönjük a lehetőséget. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Kis Márta vagyok, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Módszertani Intézetéből jöttem, és az utóbbi időben egyre többet foglalkozunk a hálózatok szerepével, jelentőségével, a tudásháló építésével, és itt most elsősorban a oktatói, kutatói, diákok által létesített hálózatra gondolok. Ha megfigyeljük ezeket a hálózatokat, akkor szemben Erdős Rényi véletlenszerű hálózataival, ahol a normális eloszláshoz hasonló a kapcsolódások, azaz van egy ilyen átlagos kapcsolatszám, és a nagy része az embereknek, vagy akkor ahhoz tartozna, ez nem teljesül, hogyha ezeket a hálózatokat vizsgáljuk, sokkal inkább Barabásiék által leírt skálafüggetlen hálózatok tudják modellezni ezeket a tudáshálózatokat. Itt ugye jellemző ez a hatványfüggvény eloszlás, ami arra utal szemben a normális eloszláshoz, amit a véletlenszerű hálózatok mutatnak, hogy a hatványfüggvény eloszlás miatt, vagyis ez azt jelenti, hogy vannak néhányan nagyon sok kapcsolattal bíró személyek, és vannak nagyon sokan, akik kevesebb kapcsolattal rendelkeznek, és a bővülés pedig a preferenciális kapcsolódással történik. Ez is eredményezi ezt a hatványfüggvény jelleget, illetve hogy ilyen skálafüggetlen lesz a hálózatunk, ami azt jelenti, hogy ha egy új pont lép be a hálózatba, akkor sokkal nagyobb eséllyel kapcsolódik ahhoz, akinek már eleve sok kapcsolata volt. Tehát most gondolhatunk itt például egy doktori iskolában, hogyha bejön egy új diák, akkor azért az nagyobb eséllyel kapcsolódik egy olyan témavezetőhöz, ahol már eleve több doktorandusz van, mint akinek mondjuk még nem volt, vagy éppen egy ilyen diákja van, vagy hát mondjuk nézzük a Twitteren mondjuk egy követést, tehát hogy kit kezdek el követni, nagyobb eséllyel jön követés olyannak, akinek már eleve sok követője volt. És ami itt kialakul, ez a kisvilágiság, ezt is megfigyelhetjük. Hát ez a haboknak, csomópontoknak köszönhető, nekik köszönhető az, hogy viszonylag könnyen el lehet érni a hálózaton belül bárkit. Ez azt jelenti, hogy kevés lépésen keresztül. És mindez mutatja, hogy ezek az erősen kapcsolt csomópontok, úgynevezett hubok jelentősége kiemelt ezeknél a hálózatoknál. És magában az előadásban én azt gondoltam, hogy inkább a saját tapasztalataimat mondanám el, illetve ahogy én látom, hogy hogyan alakulnak az általam látott tanári, illetve diák hálózatok, az mindenképpen megállapítható, hogy a kapcsolat létesítésének a lehetőségei utóbbi időben kitágultak. Tehát amiatt is van ez a nagy változás, mert itt ezzel, hogy mondjuk korábban, hogyha valaki valakivel szeretett volna beszélni, és mondjuk nem találkoztak, akkor mondjuk itt viccesen hogy egy telefon zsinórral ott összekötötték, és ők egymással tudtak beszélni. Ehhez képest mondjuk, hogyha mondjuk egy konferencia beszélgetést szeretnénk tartani, akkor semmi akadálya, hogy akár 10-20 vagy akár több százan is, mondjuk ez már kicsit nehezebben kivitelezhető, de a lényeg, hogy a világ távoli pontjain érők is online tudjanak kapcsolatba kerülni és együtt dolgozni.
Aztán, ha nézzük ezeket a Web2-es alkalmazásokat, akkor ők is mind-mind a kapcsolatkeresés, kapcsolatlétesítés, kapcsolaterősítés irányába hatnak. És hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy hogyan tudunk mi olyan személyekkel kapcsolatba kerülni, akik hasonló érdeklődési területűek, vagy hasonló érdeklődésűek, de amúgy tegyük fel, hogy őket nem ismerjük. Régen azért ez viszonylag nehezen jött létre. Most itt egy olyan példát látunk bal oldalt, hogy éppen meglátják a metró, elhalad egymás mellett két metró, és hogy pont ugyanazt a könyvet olvassák. Hát, hogy ők most, tehát valószínűleg hasonló érdeklődésűek, hogy kapcsolatba kerüljenek egymással, ez a körülmények miatt is elég nehéz, de hogyha megnézzük a mai lehetőségeket, hogy mondjuk csak két példát hoztam, de számtalan lehetne hozni, hasonló esetben, hogyha valaki megosztja, hogy éppen milyen könyveket olvas, akkor nagyon hamar, itt a MOL oldalát, ha nézzük, megtalálhatja azokat a személyeket, akik ugyanolyan érdeklődésűek, ugyanazokat a könyveket nézi, olvassák, illetve meg lehet nézni, hogy még milyen más könyveket olvas az illető, és akár így is kapcsolatba lehet kerülni, vagy megnézhetjük egymás, hogyha megosztottuk a könyvjelzőinket, akkor megnézhetjük azt is, hogy aki mondjuk ugyanazt az oldalt kedvelte, az még mi abban a témában még milyen egyéb oldalakat talált, és őt is akár elkezdhetem követni, kapcsolatba kerülhetek vele, még úgy is, hogy személyesen ugye nem is ismerjük egymást. Hát ezekkel a Web2-es eszközökkel minél többet használunk, annál nagyobb lesz úgynevezett digitális lábnyomunk, annál több nyomot hagyunk, ezáltal minél több nyomot hagyunk, egyre több kapcsolódási lehetőség nyílik. És akkor most, ha megnézzük, hogy mindez hogyan alakul a diákoknál és az oktatóknál, akkor én azt figyeltem meg, hogy a diákoknál mindenképp a háttérben, ha mi nem is látjuk teljesen pontosan, de kialakul egy online tanulói hálózat, tehát biztos, hogy létrehoznak közös csoportot, biztos, hogy ott megosztják az anyagokat, igyekeznek persze vizsgasorokat is, de a lényeg, hogy a kapott anyagokat, ismeretet egymástól megosztják, egymástól kérdeznek, és most én csak arról beszélek még, amikor nem a tanár adja ezeket a feladatokat, hanem a tanár semmit nem tesz ennek érdekében, ezek maguktól elindulnak ezek a folyamatok. Nem nagyon gondolom, hogy van olyan diák nálunk, itt a nappalin, aki ne kapcsolódna ezekhez a csoportokhoz, ahogy belép az intézménybe, és mi ezeket nem látjuk, de léteznek. És hogyha ezt mondjuk még egy tanár elősegíti, olyan feladatokat ad, akkor ez még szerteágazóbb lehet, ez a kapcsolódás. És itt most persze személyenként változik, de ehhez még hozzá vehetjük a személyes tanulási környezetet, és attól függően, hogy melyik diáknak mennyire szerteágazó ez a személyes tanulási környezete, ez még szövevényesebb hálót eredményezhet. És akkor nézzük meg a tanárok tudáscsere hálózatát, így neveztem. Itt egy sok mindent ehhez a diához én nem tudtam írni, de ennek az az oka, hogy itt tehát látok olyan csoportokat, akik tényleg megosztják egymással a tudást, de mondjuk egy adott intézményen belül megnézzük, akkor elég szűk ezen oktatók köre jelenleg, én azt gondolom. És valójában ez a tudáscsere hálózat, én úgy érzékelem, hogy ez még nincsen ott, mint például hogy a diákoknál ez elindult. Nem annyira jellemző, hogy mondjuk én tartottam egy órát, most mondok egy példát, és ott kitaláltam valami új dolgot, és akkor én azt este gyorsan megírom a blog oldalamon, hogy milyen jó sikerült, és akkor azt elolvassák, és visszareagálnak, és utána elolvasom a másik kollégámét is. A kutatói hálózatoknál ez jobban kialakult, azt gondolom, és jobban nyomon követhető. Itt példaként hoztam a Boston Egyetemnek a honlapjáról, akik amúgy is hálózatkutatással foglalkoznak a doktori programjukban. Ők például feltérképezték azt a kapcsolódási hálót, ahogy a kutatók egymáshoz kapcsolódnak. Itt nagyon jól látható, hogy kik azok, akik sokat publikálnak,
és kiknek van sok közös publikációjuk is, illetve a színekkel a csoportok is jól kialakulnak, hogy hova tartoznak. Persze ez nem jelenti azt, hogy másik intézethez tartozó kutatókkal ne publikálnának, de azért mondjuk a saját színükön belül jellemzőbb. És akkor szeretnék, tehát mindezek után, amit láttam, hogy diákoknál már jobban elkezdett alakulni, de még ők sem elég tudatosan használják talán. A tanároknál hiányérzetem volt, és úgy éreztem, hogy itt sok lehetőség van. Próbáltam az elmúlt 4-5 évben több milyen hálózatot alakítani. Az egyikbe csak belecsöppentem, csak mint példaként említem, a rendszergazdátlanok hálózata, a Seres György fogja össze, de teljesen véletlenül kerültem. Itt az az érdekes eset állt elő, hogy ez a kis csoport Skype-on tartotta a kapcsolatát, mikor jeleztem, hogy én szívesen meghallgatnám, hogy miről beszélgetnek csütörtökönként este. Onnantól kezdve mindig csütörtök este csörgött a Skype-om, ha éppen tudtam, akkor csatlakoztam. Egy-egy előadást tartott, vagy témát vetettek föl, amit megvitattak, abból születtek publikációk, illetve 3 védés is e-learning témában. Mivel érdekelt az e-learning, ezért kezdtem hozzájuk kapcsolódni, és az az érdekes eset állt elő, hogy itt hamarabb volt közös cikkünk, mint hogy személyesen találkoztunk volna ezzel a csoporttal. Ez szerintem azért elég ritka, vagy nem tudom. Akiket én ismerek, abban a környezetben ez nem jellemző. És akkor elkezdtem a kis hálózatot építeni, illetve azt gondoltam, hogy itt tennünk kellene valamit, és először a legszűkebb körbe a saját intézetemen, vagy tanszékemen belül a matematika-statisztika informatika oktatók közösségét próbáltam összefogni, és csak néhány tapasztalatot szeretnék megosztani, hogy nem könnyű dolog ez a hálózatépítés. Tehát én azt gondolom, hogy fontos, nagyon sok lehetőség van benne, és én azt gondolom, hogy ez a jövő, de nagyon nehéz is. 2010-ben hívtam őket először össze egy workshopra az intézetben, ahol Web2-es eszközök oktatásban történő alkalmazásáról beszéltem. Ott 90%-ban ez teljesen újdonság volt nekik, de nagyon pozitívan állták a dologhoz, és nagyon érdekelte őket. És akkor megfogadtuk, hogy rendszeresen találkozunk. Itt 4-5 főiskola, egyetem, oktatói, hasonló érdeklődési oktatói jöttek erre el, és egyből gondoltam, hogy másnap már később indítok is egy blogot, és akkor ott már mindenki, akit kipróbált, ott megosztja, megírja. Hát született néhány bejegyzés, és utána nagy csend, tehát sajnos ez nem, az is írtam, próbálkozások nem indult el, hiába tetszett nekik. És aztán pedig csak annyit szeretnék mutatni, hogy mi az, ami itt most jelenleg találtam, az a évente szervezünk 3 napos konferenciát, ez egy saját szervezés, és a személyes találkozások és az ott megosztott tapasztalatokkal úgy látom, hogy most sokkal jobban tudunk haladni, és ebbe egy rendszerességet tudtunk vinni. Ez volt a szűkebb közösség, és akkor hát az intézetben van 200-300 oktató a főiskolán, ott is szerettem volna, hogyha mi oktatók azért valahogy egymást tudjuk segíteni. Létrehoztuk a BKF oktatói hálózatot, ez 2011-ben. Változó rendszerességgel 2-3 órás ilyen offline találkozók voltak. Kicsit nehéz volt megfelelő időpontot találni, tehát nem olyan túl sokan csatlakoztak, és hiába a témát próbáltunk érdekes témákat vinni, meg szavaztattuk, hogy ki milyen téma után érdeklődne, szavaztattuk őket, nagyon kevesen jöttek el. Így úgy gondoltam, hogy azért ezt most annyira nem erőltetném, és online felületre vittem. Az egy picit most jobb, mert ahhoz nem kell összehangolni, hogy egy időben egy helyen legyünk. Így Facebook csoportot működtetünk, ott osztjuk meg a tapasztalatokat. Sajnos az látható, hogy csatlakozni viszonylag gyorsan csatlakoznak, akik fönt vannak a Facebookon, de megosztani már kevesebben. És akkor, mivel mi a CoSpace használjuk, ott hoztunk létre még szintén magunknak egy csoportot, mert abban meg minden oktató benne van. Sajnos itt sem volt olyan nagy aktivitás. És akkor, ami nagyon bejött, úgymond, az a
itt is az offline, nem tudom miért, tehát lehet, hogy majd pár év múlva már nem ezt fogom mesélni, de most, ami nagyon jól sikerült, hogy évente megrendezzük januárban az oktatók napját, és ott délelőtt előadások, kimondottan módszertani dolgok, tehát minden intézet bemutatja néhány olyan új próbálkozását, módszertani dolgait, ami projektmunkákkal, stb. Kapcsolatos, amiből a többiek tudnak tanulni, és utána délután ezt ilyen World Café módszerrel megvitatjuk. Ennek elég nagy sikere volt, és ezt azóta is mindig emlegetik, tehát úgy értve, hogy egy ilyen összejövetel elég sok muníciót tud adni, és látható, hogy évről évre nagyon színesedik az a tárház, eszköztár, amit használnak az oktatók. És akkor egy hálózat még, hogy kapcsolódjak a konferenciához, a MOOC közösségek hálózata. Azt gondolom, hogy ilyen szemmel is érdemes majd ránézni, amikor tapasztalatokat... Tehát azon gondolkodtam, hogyha mi bekapcsolódunk, mondjuk én még nem indítottam ilyen kurzust, de hogyha elindítanánk ilyen kurzust, akkor itt is nagyon fontos lenne, hogy kialakuljon egy olyan közösség, itt most az oktatókra gondolok, akik egymásnak tapasztalatokat át tudnak adni, tehát az előadások előtt a felkészülésre. Én hallottam, hogy van ilyen közös homokozó terve, de hogy ahol összejövünk, vagy egy rendszeres időközönként megoszthatjuk a tapasztalatainkat, akkor esetleg az, amit sokszor érzékelek az oktatóknál, hogy úgy magukban vannak, és nagyon nehéz követni ezt a gyorsan változó világot, meg eszközöket, meg ezeknek a használatát. Tehát mire meglátom, kipróbálom, módszert alakítok hozzá, már teljesen új dolog jön, tehát szerintem ez csak úgy lehet követni, hogyha egymásnak segítséget, támogatást adunk. És hát sok kis hálózatról beszéltem, de természetesen ez egy nagy hálózatnak a részei, ahol különösen fontosak a hubok, akiket sokan követnek, ők az Achilles sarkai ennek a hálózatnak. És azt gondolom, hogy ha megismerjük ezeknek a hálózatoknak a tulajdonságait, a szerveződésük legfőbb elveit, akkor rávilágíthatunk olyan törvényszerűségekre, melyek segítik a tanulói, kutatói közösségeket és a nyílt kurzusok eredményes működését, illetve még ezek értékelését is. Köszönöm szépen a figyelmet.